Mit szólnál ahhoz, ha a Minecraftban egy ütésből megölnének? És mit szólnál akkor, ha ezt te is bárki mással megteheted? Ja, gondoltuk, megoldjuk azt, hogy ez megtörténhessen valóban. Nézd végig, milyen volt játék ezzel a kőkemény kihívással. Szóval, az lesz a lényeg ennek az arénának, hogy mindenki egy ütésből meghal. Ami azért durva. Nagyon durva. Ki kell nyírni mindenkit szépen sorjában. Talán az építés a legjobb taktika. Én megmondtam. Minél hamarabb szereznem kell majd egy íjat. Az azért komoly, hogy mindent az első ütés dönt el egy PvP során. Ne gyere rám, mert oda kapod, ahol fáj. Azért figyelni kell, mert 2 perc és jön a border, közben még ezek is támadnak ránk. Nem hiszem el, nem igaz már. És jön ránk Elytrával. Hagyjatok már minket békén nyugodtan. Én szóltam, és nem is egyszer szóltam. Ujjajjajjajjajj, ebbű baj lesz bizonyára. Főleg, hogy ránk kempeltek, mint az állat. Oh, ez a játékmód túl extrém. Tehát ettől lesz ilyen epik a játék. Második aréna. Ezt most meg kell nyernünk. A cél az, hogy győzzünk. Az igen, így kell bejönni középre. Támadás van lendülőben. Azt a mindenit a manci gyerek. Jönnek rám még pár ezren. Ilyen is együttés van emberek. Nagyon, de nagyon fontos a védelem. Így már jó is lesz. Az a baj, hogy 1,5 perc és beér a border. Ez így elég kellemetlen. Hogy széthullott a gyerek. Ha ez így komoly lesz. Most pedig minél hamarabb be kell érnünk középre. Ez már meg is történt, szerintem itt fent leszünk jó helyen. Halljatok csak meg szépen! Bizony, a taktika a lényeg. Komolyan neki is volt íja, ember. Pár blokkra volt alattunk, simán leszedhetett volna minket. Már csak egyetlen utolsó ellenfelet kellett volna kinyírnunk szépen, de győzelem! Mit ne mondjak, elég komolyak ezek a meccsek. Most pedig lássuk, hogy a Skywars milyen együttéssel. Egyébként még várhatóan nagyon sok ilyen tartalom lesz, szóval ha ez tetszik neked, akkor a lájkot mindenképp most veled meg. Én pedig megküzdök vele együttéssel. Te jó ég, milyen izgalmas így egy Skywars meccs. Bam, bam, bam. Hát ez aztán nem semmi aréna. Egyébként, ha szeretnéd látni a harcok közepette az arcomat, akkor mindenképp írj egy kommentet gyorsan. De azért így elég durva ez az aréna, főleg, hogy vannak nálam gyorsabbak. Na de majd most mindenkit megtalálok hamar. Készüljetek a halálotokra. Nektek most végetek van. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! De fura, hogy senkinek nem kell a kard. Gyere, Rolix Redstone. Én megyek. Mancika ismételten. Aha, szóval így állunk. Érkezhet Rolix valódi ereje. Most mindenki az enyém lesz. Senki sem menekülhet előlem. Mivel nem tudom, hogy hol van az utolsó játékos, de nekem megvan a legkisebb megvásárolható rang a Szerón, ezért le tudom írni a per nir parancsot, és meg is van, hogy hol van az utolsó játékos. Mivel a távolsága alapján egy szélső szigeten mászkálhatott, ezért amikor középre megy, azt látni fogom. És észre is vettem, hogy itt sunyul. Így kell ezt csapatni profi módon. Ó, egyébként rangokat vásárolhatsz a weboldalon. Ez a játékmód valami brutál jó. Téged is kinyírhatnak egy kattintásból, de ami a fontos, hogy te is bárkit elverhetsz, ha taktikázol. Úgy bizony. Siribá, siribú, szépen hújjatok. Azaz. Hú! 7 kill az már elég sok. A pernírt beírom, és a 8. ölés meg is volt. A mai videóban ez lett a rekord. Amúgy kevesebb, mint 2 hét, és itt a szülinapom. Hogy ez miért is fontos? Kreatív szerverünkön ennek örömére eventet tartunk. Minden információt megtalálsz róla Discordon. Egyébként csak a skinemet kell megépítened, meg egy ajándékot, szóval nem is okozhat akkora gondot. Főleg, hogy az egyik Fire MC-s videómba bekerül majd a 3 legjobb. Érdemes valami szépet, egyedit, kreatívat alkotnod. És előre is köszönöm a sok-sok ajándékot. Ha számodra eddig csupán álom volt, hogy egy minőségi szerveren játszol,
Akkor mindenképp töltsd le a klienst, regisztrálj be és csatlakozz. Az összes szerverünk nagyon jó, melyeken a játékot a barátaiddal együtt csapathatod. Én pedig előre is köszönöm, ha dobsz egy lájkot, illetve ingyenesen feliratkozol. Nos, hát akkor további szép napot, a szerveren találkozunk, sziasztok!